Sziasztok! Hatalmas és szeretettel köszöntelek benneteket egy újabb videóban, és ma egy mini játékot hoztam nektek. Elég sűrű láttam így tőletek, hogy nem azt mondom, hogy olyan elterjedt dolog, viszont elég jó unaloműzés, úgyhogy most arra gondoltam, hogy szentelek egy videót ennek a témakörnek, és hogyha szeretnétek, akkor későbbiekben, amennyiben tényleg érdekel benneteket, és jó pofának találjátok, akkor csinálhatunk még ilyeneket, bár nem ezzel tervezem tölteni az időm legnagyobb részét. De már mondom is nektek, hogy mivel fogunk ma foglalkozni. Ez a játék, amivel készültem, ez nem más, mint a ha. Ha van ilyened, ha nincs ilyened. Kiestél, kiestél, kiestél. Tehát ez a játék gyakorlatilag így két szóban elmondva a kiestél, ha. És azon az jutott eszembe, hogy mi lenne, hogyha kipróbálnánk, hogy ki tud bennmaradni ebben a Xilluminati játékban, ami csak azért Xilluminati, mert az én csatornámra kerül ki a videó, és én csinálom ezt a videót, úgyhogy semmi egyéb dolgot nem kell látni mögötte. Mindenféle állításokat fogok mondani nektek, vagyis hát nem állításokat, hanem mindenféle ilyen dolgokat, és akkor nektek csak vizsgálódnotok kell, hogy bent maradtok a következő körig, avagy nem. Tehát mindenféléket fogok mondani, hogyha belevágunk a lecsóba, akkor nagyon gyorsan meg fogjátok érteni, hogy miről beszélek, és hogyha esetleg a végére értetek ennek az egész játéknak, akkor írjátok meg nekem a komment szekcióba, illetve hogyha menet közben kiestetek, akkor azt is írjátok meg. Hogyha későbbiekben még szeretnétek ilyet, akkor akár a ti dolgaitokkal is, kommentjeitek alapján összeválogatott feladatokból is lehet egyet-kettőt majd így kiollózni, de egyelőre essünk túl ezen a videón, úgyhogy tartsatok velem, kellemes játékot kívánok nektek, és remélem, hogy tetszeni fog. Na, csapassuk! Kiestél, hogyha nem tudtál még eljutni Steve farmjáig? Kiestél, ha még nem renováltad a bárónő versenypályáját? Kiestél, ha több Jorvik shillinged van, mint 9000. Kiestél, ha még nem voltál egy bajnokságon sem. Kiestél, ha nincs legalább egy darab fekete lovad. Kiestél, ha jelenleg az inventoridban bármilyen az ételboltban megtalálható cuccot találsz, amit itt láttok. Kiestél, ha még nem nyitottad meg Eponát. Kiestél, ha nem rendszerezted a szekrényedet. Kiestél, hogyha a nyuszis kihíváson a legjobb időd több, mint egy perc. Csak igazságosan. Kiestél, ha már piknikeztél ezen a helyen. Kiestél, hogyha még egy növényt sem szedtél össze a játékban, akármilyet. Kiestél, ha ezek közül egyik hajviselet sem található meg nálad. Na, srácok, ennyi volt mára. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha esetleg a végére értetek, hálás lennék, hogyha megírnátok, illetve hogy tetszett nektek ez az egész. Hogyha menet közben kiestetek, akkor azt is írjátok meg nekem, hogy meddig sikerült eljutnotok. Hogyha még továbbra is szeretnétek ilyen tartalmakat, legközelebb már bekeményítek, és több forduló lesz, nem csak ez az egy, ez most csak arra van, hogy feltérképezzem az egészet. Hogy én is egy kicsit beleássam magam a dologba, illetve hogy nektek hogy tetszik, hogy van-e rá igény, jó? Úgyhogy ha szeretnétek még ilyen videót, akkor kérlek jelezzétek nekem a komment szekcióban, és hát legközelebb találkozunk. További szép napot kívánok nektek, és remélem, hogy jól szórakoztatok. Sziasztok!